A vendégek játékos kerete gyengült, a hazai, aki erősödött az elmúlt szezonhoz képest, így nehéz meccsre számítottak a nyíregyháziak. Az első negyedet 2 ponttal nyerték a fehérváriak, a másodikban pedig 12 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. Igaz, ekkor már hiányzott az NKS-ből a sérülést szenvedő Fekete Dóra, később pedig Farkas Patriciát is elveszítette Farkasinszki Gyuláné. A harmadik 10 perc 3 ponttal lett a Dávid Kornél akadémiái, a negyedik negyed 2 pontos vendéggyőzelme pedig csak részsikert jelentett a végül 15 pontos vereséget szenvedő nyíregyházi kosársuli számára. Nem tudtunk mit kezdeni sok esetben az egész más letámadással, elég nehezen ért át a labda. Mi megpróbáltunk mindenféle fajta védekezést, tehát többféle fajta zónával próbálkoztunk, emberfogással próbálkoztunk, de ami a legnagyobb gond és probléma az volt, hogy kintről nem igazán találtunk be. Hát amikor már oda jut egy csapat, hogy a centerünk, aki palánkorát meghatározó center, annak néha ki kellett jönni a bedobó posztra, hogy ő játssza meg a palánkat lévő magas embereinket, ott már azért vannak gondok és problémák. De mindegy, ezen is túl voltunk, a második fél időt már igencsak jó mérkőzés játszottunk, a második fél időben 1 ponttal kaptunk ki, ami úgy gondolom, hogy a hazai mérkőzésre majd ez jó előjel lehet, főleg úgy ugye, hogy náluk az idősebbek azok nem utaznak idegenbe, tehát ők csak hazai mérkőzésekkel lépnek pályára, tehát akkor valószínűleg mi fogunk akkor előnybe kerülni. 3 fordulót követően 4 csapat, a Csatadélyese, a TFS-e, a Tatabánya és az Eltebe az Újbuda 100%-os a piros csoportban. Az 1 győzelemmel és 2 vereséggel álló nyíregyházi kosársuli szombaton a TFS-e csapatát fogadja. A TF ugye egy rutint képvisel, tehát hogy a TF-re bemennek azok a játékosok tanulni, akik akár Miskolcról, akár Debrecenből tovább léptek. Tehát ugye itt nekünk mindenféleképpen csak az a cél, hogy egy jó mérkőzést játszunk, és senki ne sérüljön meg, mert már ez nagyon fontos, hogy senki ne sérüljön meg, és a végén úgy hagyjuk el azért a pályát, hogy igen, mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy egy jó eredmény szülessen, és bízunk benne, hogy ahogy a csatától haza tudtunk úgy jönni, hogy ugyan kikaptunk, de mégis egy jó mérkőzést játszottunk. Reméljük, hogy a következő mérkőzésekben innentől kezdve egy 3 ilyen mérkőzés jön. Tehát úgy tudunk lejönni a pályára, hogy igen, mi mindent megtettünk, per pillanat ez a csapat ennyire képes. A nyíregyházi kosársuli TFS-e mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A 4. forduló további párosítása következő, Vasas Akadémia DVTK U23, Csatadélyese Ajka, Dávid Kornél K.A. Debrecen, Eltebe az Újbuda Tatabánya, Sziget-Szent Miklós Kecskemét és Peaspécs Pingvinek Pinkese.